Sziasztok, én Dorina vagyok, és a mai videóban itt van velem Tina. Hello! Fókusz. Megvan Dorina foga. Én Tina vagyok, és a mai videóban itt van velem Dorina. Mostani videóban egy furcsa videót fogunk nektek készíteni. Mi volt az a fej? Nem tudom, hogy más videósnál van, de én még nem láttam. Pár napja találtam ki, hogy de jó lenne ezt megcsinálni, és ma nektek megfogjuk. Méghozzá egy boltos összeállítás. Lesz rá 5 percünk, vagy még azt eldöntjük, hogy pontosan hány percet adunk egymásnak. És 10, te mennyit írtál? 10 termék, amit a boltban össze kell gyűjteni. Jó, aki veszít, azt még kitaláljuk, hogy mit fog adni a másiknak. Menjünk is! És már kiindulunk is a boltba. Ó, Téna! És már indulunk is a boltba. Eljöttünk az árkádba, 17 óra 16 van, és megyünk a Spárba, aztán ott ugye egymásnak feladtunk 10-10 terméket, amit össze kell gyűjteni 5 percen belül, és sorrend szerint, ahogy felírtuk, nem szabad össze-vissza, hanem sorrend szerint, és a vesztes a másiknak vesz egy menüt, egy ilyen pár százas menüt a McDonald's-ban, tök mindegy, mert nagyon éhesek vagyunk mindketten. Ebben egyeztünk meg, hogy a vesztes vesz a másiknak kajcsit. Ugye, Dorina? Ja. Szóval menjünk a Spárba. Yay! Még nem tudjuk, hogy ki mit adott egymásnak, szóval majd a Spárban megtudjuk. És egy perc is ott vagyunk, aztán csináljuk a videót. Itt van a cetli, Dorina. Nyisd ki, Dorina fogja kezdeni. Úristen, nem akarom tudni, nem most félek, Tina. Jézus Isten, te bolond vagy. Ez 10. Legnagyobb bevétel. Nem ilyen köcsökségeket írtam. 5, 4, 3, 2, 1. Nem tudtam, hogy futunk. A csöpp méret, vagy mi az? Hogy mi, Tina? Mondjad már! Nem, a csöpp az, hogy mennyi csöpp van rajta! Hú, ott az vicces videó lesz, úgy érzem. Személyi jogok sértése nincsen. Honnan megy már a rendőrtáska? És majd a végén ellenőrizzük, hogy mennyit teljesítettél. Nincs ajándéktáska. De van, amikor tudod, veszük az ajándékokat a karácsonykor. Szerintem itt lesz? Ja, nem, mégse. Úristen, ez az 5 perc szerintem kevés. Ott van, ott van! És segítettem. Még csak a harmadikat szedi, és már csak 3 perc van. Nem az, nem az, nem, nem, nem az a kosaruk, nem az, az a kosaruk. Mi a következő, Torina? Az, az a legvégén lesz. De segítek, látod, legalább aranyos vagyok. Ott a leges legvégén. Ott lesz. A kosár. A
de gyorsan. Mindenki minket néz. Karácsony csiga. Kakaós csiga. Kakaós csiga. Az kakaós csiga, nem karácsony. Már csak 2:13. Azt tudod, hol van, nem? Nem elől, ott hátul. Ott vannak a pékáruk. Hova mi? Tolom a kocsit. Segítek neki egy picikét, mert hát nagyon késésben van. Jó, hagyjuk el velünk. Sziasztok! Sziasztok! Hol a Dorina? Nem időm van. Nem tudom, de fogjad a kosarat, nem én tolom. 30 másodpercet van, Dorina! Mit keresel? Mi a következő? Ja, rágó. Dorina fut. Végeztél? Úristen! És még van? 2, 1. Időben, Dorina, hallod? Elfáradtál? Hú. Itt van a telefonom. Vizet. És majd a végén ellenőrizzük. Háromszor is elmondtam. Kettő maradt. Kettő maradt? Nem találtad, vagy mi van? Nem, csak utolsó kettő volt. Vegyél egy vizet. Azt most már meg fogod venni. Ugye tudod? Rakd be a kosárba, megvesszük. Hát a vesztes az vesz kaját. Fú, hallod? Fölborítottam mindent. Láttam. Jó, na. Mehet? Mehet. Elindult. Jézus Isten. Tina, hozzá a kenyeret. Ja, itt van. Csoki. Tök mindegy ilyen csoki. Ja. Hát jó, így könnyű. Tina fog nyerni. Pálinka? Pelenka? Pálinka. Az hol van? Az hol van? Segíts, már én is segítettem. Hát ott, ahol a betétek valahol. Nem nagyon lehet videózni amúgy. Nem baj. Itt, menjél le! Arra! Tina! Itt lesz, ahol a betét, ott. Itt van a betét? Nem, arrébb egy sorral. Hozzá! Pelenka! Tej! Úristen! Ez hol fut? Most másik irányban van. Hol van? Van. Dorina! Hallod? Itt kereslek. Én is kerestelek. Nincs meg a tej! Tina, itt vannak a tejtermékek mögöttünk. Segíts, hol a banán? Ott a gyümölcsöknél. De nem tudom már tolni. Ehe. Leverem. Hol van a Tina? Mindig álltani, hallom. Nem tudom. Már végeztél? Végeztem. Na már, túl könnyű volt nekem. Te hogy volt, könnyű, hallod? Egy ekkora vízzel rohangáltam. Most egész végig. De hallod, akkor ki... Ja, te nyertél. Nem biztos. Ellenőrizzük. Gyere ellenőrizni. Tessék. Gyereke, elfáradtam. Dorina, mit teljesített? Hol van az... izé, cetli, vagy milyen jó istenet. Legnagyobb betét, várjunk, ez legnagyobb betét kell.
Én meghaltam. Kihintam a kenyeret, bazd. Ne beszélj csúnyán, légy szíves. Bocsánat. Felenk, az még jó lesz nekem. Itt van a legnagyobb betét. Ez a... ez. Oké, elfogadom. Egy pont. Oreos miért? Az is itt van. Kettő. Legkisebb ajándéktáska. Három. Legolcsóbb dezodor. Ez volt, ez 500 valamennyi. Négy. Jó, elfogadjuk, nem baj. Kakaós csiga, az is itt van. Becsomagoltad? Be. És le is címkézted? Nem. Nem baj. Öt. Sonka öt. Legdrágább, ez a sonka vagy 700 forintba kerül. Hat. Ah, fáj a szívem. Jeges kávé. Hét. Mentás Orbit. Új mentolos, nem mentás. 8. Mentolosat írtam, nem? Igen. Legtöbb csomagolásútól, az nem sikerült, meg a férfi dusztó. Hogy mi nem sikerült? Legtöbb csomagolásútól a férfi dusztó. Jó, akkor 8 pont. Na igen. Nem tudom, hol a cekli van. Itt van. Jó. De én túl könnyűeket adtam. 1 kg kenyér, de nem is volt kenyér, nekem is könnyűek voltak. Hát azért elég egyértelmű volt, hogy hol van. Hát én nem tudtam. Na, kenyér. Mondta, hogy egy pont. Igen, egy pont. Amit Szorinak pontot. Jó van, csak vissza gyorsan. Milyen csoki? Ja. Csak vissza gyorsan a kenyeret, meg utána vissza kell tegyük ékosan. Csoki. Csoki. 2 pont. Pelenka. 3. 3 pont. Tej. 4. 4 pont. Víz. Ezzel rohangált meg, és így. 5 pont. Ezért duplát adnék magamnak. Én nem. Tampon. 7. Ja, jó, igen. 6. Banán. Majdnem almát hoztam helyette amúgy, mert nem találtam a banánt. 7. Tejföld. 5 is felírtam. 8. Öngyújtó. 9. És chips. 10. Jó van, örülj a fejemnek, akkor meghívlak kajálni. Micsoda? Meghívlak kajálni. Na. Köszönöm, úgyis éhes vagyok. És sikeresen végigálljuk a sort, mert Dorina beleívott a vízbe, és meg kell venni. Szóval, most veszünk vizet. Yeah. Na, megvettük a vizet. Mutasd a vizet, hogy nehogy azt higgyék, hogy ott hagytuk. Igen. És most megyünk, McDonald's helyett Burger King-et fogunk venni, vagyis Dorina, mert hát ettől. Na jó. Valljuk be, az enyém sem volt olyan nehéz. Köszönöm. De azért Dorináé sem volt olyan könnyű, szóval így ilyen közepes-közepes volt mind a kettő, ugyanúgy futkároztunk, lerohadt a lábam, hello. És egy karton vízzel futkároztam az egész páron keresztül, hogy megtaláljam Dorinát, mert amúgy kerestem is. Úgyhogy igen. De ettől függetlenül én 10-ből 10-et teljesítettem, Dorina meg 10-ből 8-at. Mi van? Most várjuk azt, hogy Dorina eldöntse, hogy mit eszik. Nekem tetszett ez a videó, mert egy tök vicces lesz szerintem. Vici volt, azt mondod? És akkor jó kajálás! Szegény szemben! Jó étvágyat, Dorina! Neked is tűnik! Most ideges vagy, vagy szomorú vagy, Dorina? Nem. Én nem. Írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e ebből még második részt, mert megegyeztünk Dorinával, hogyha lesz második rész, akkor... Nagyon megfogadom. Na, szépen mondjad! Akkor más lesz a vesztesnek a büntetése, vagy hogy mondjam. Most vannak hatványok. Megyünk Lourdes-ba? Elfáradtál?
Igen. Szóval. Na, skacok, itthon vagyok, és 8:30 van. Azt kell mondjam, hogy tényleg így full random ültem az iskolapadban, iskolában persze, órán, és elkezdtem gondolkozni, hogy mégis milyen videót vegyek fel nektek, és így kipattant a fejemből, hogy mit szólnátok egy ilyen boltos összeállításhoz. És így megkérdeztem pár osztálytársam, hogy ez jó ötlet-e, és mindenki mondta, hogy ez nagyon jó, meg hogy ők se látták még sehol, és hogy csináljam meg, mondom, akkor jó. És tegnap kérdeztem meg pont Dorinát, hogy holnap videózunk. Mondtam neki pár videó témát, hogy mégis mit csinálnánk, és a boltos összeállításra mondta, hogy ez nagyon jól hangzik, és hogy csináljuk meg. Nem tudom, de elkezdtük valahogy, és szerintem nagyon jó lett, mármint, hogy vicces, mert én nagyon-nagyon sokat röhögtem rajta. És azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz ez a videó, hogy nem lesz vicces, nem lesz élvezetes, semmi. De remélem, hogy nektek is tetszett, ha igen, akkor mindenki jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentbe, hogy legyen-e ebből a sorozatból második rész. Sziasztok!